kiváló labdarúgó időben remek pályán dobogón álló ellenfelet látott vendégül 7. NB3-as hazai mérkőzésén az FSC. A házigazdák, a vármegyei kupasikert is beleszámítva, 4 mérkőzés számláló veretlenségi sorozattal a hátuk mögött kísérelték meg a papírforma borítását. A vendégek játékán meglátszott, hogy hozni kell a kötelezőt, nagy iramban rontottak rá a hazaiakra. Az első nagy helyzet mégis az ő kapujuk előtt adódott, amit nem sikerült gólra váltaniuk a fizesabonyiaknak. A 19. percben megszerezte a vezetést a Karcag, amit a mérkőzés ideje alatt sikerült is megtartaniuk. Így 0-1-es vendéggyőzelemmel ért véget a találkozó. Jenei Gyula edző a mérkőzés után így értékelte a látottakat. Mentálisan mindig könnyebb egy ilyen mérkőzésre készülni, ahol papíron nem a csapat az esélyes. A legtöbb magyar játékos mindig ezt szereti, hogyha nincs rajta nyomás, ha csak jól tud kijönni egy meccsből. Úgyhogy ezt meglovagoltuk, ezt láthattuk is, az ellenfél nagyon görcsösen játszott, erőlködött, de ugye nekik mások a céljaik, egy ilyen mérkőzésen az a legfontosabb, hogy nyerjenek. Mi, nekünk megvoltak azok a helyzetek, amiből nyerhettünk volna, hősökké válhattunk volna, de mindig azt mondom, hogy az a kis plusz, az ha nincs meg, akkor nagyon nagy bajban leszünk, mert bárki ellen, bárhol simán felveszünk a versenyt, nagyon szervezettel játszunk, agresszívek vagyunk, a párharcok nagy részét is meg tudjuk nyerni, de a futballmérkőzés az nem ebből áll, az csak ahhoz segít maximum, hogy közelebb legyél a győzelemhez, de kellenek az egyéni villanások, mint az ellenfélnél semmiből volt egy belöbbölt labda, megvertek minket a 16-osonból, és azzal az egy góllal lehozták ezt a mérkőzést, úgyhogy gratulálok nekik.